Pipi! Triton! Pipi! Triton! Ah! Triton! Triton! Vigyázz! Nehogy elengedd a kezemet! Figyelsz! Napok óta egyre csak sodródtak. Ez alatt testben és lélekben úgy összekapcsolódtak, hogy még a természet erői sem választhatták volna szét kettejüket többé. Mikor láthatjuk megint Lukárt és a delfineket? Az Atlanti-óceán olyan messze van. Pihenjünk meg valahol itt egy szigeten. Mindjárt, Pipi. Ha a köd eloszlik, a sirályok a fejünk felett majd útba igazítanak. Igazán? Hát persze, Pipi. Valahol a közelben biztos van egy sziget. Triton, hallod ezt? Mit? A kagylókürt hangja. Mi a csuda? De tényleg, megint hallani. Jaj! Nem szabad így megijeszteni bennünket. Jaj, bocsáss meg, Pipi. De jól lehet hallani a trombitádat. Ugye te voltál? Igen, azzal kerestelek. A trombita, milyen okos vagy. És a többiek, együtt vagytok? Nem, sajnos szétszóródtunk. Ez már tűrhetetlen, Néreusz! A Morpheus egy órán belül nem találja meg őket, pusszuljon elő maga is! Igenis, Csiko, üzenjük Morpheusnak, hogy egy órája van már csak. Igenis, Néreusz! Egy órányi időt kapsz még! Poseidon úr türelme a végéhez közel! Mondd meg Poseidon úrnak, hogy egy órán belül feltétlenül elfogom őket. Addig várunk, Morpheus! A fejemet rá, hogy nem hibázom el úgy, mint Dorotea. Mindenkinek továbbadni! Keressétek a tritonokat! Nem fog többé ez a fickó túljárni az eszemet. Bizonyosan megtalálom. Morpheus helytartó tudta, hogy a kudarc most az életébe kerül. Triton, Pipi és Pin örültek, hogy ismét együtt vannak, és kitartóan fújták a kagylókürtöt, hogy az elveszett társaiknak jelt adjanak vele. Miféle hang ez? Jelentést kérek. Mintha már hallottam volna valahol. Triton. Nem vitás, ez a tritonok kürtje. Kitelt az időd! Micsoda? Most találtam meg a tritonokat. Bizonyíték rá ez a hang. Jaj. Jaj, mi ez? Jaj, jaj. Mit csinálsz? Éppen most, amikor már hallani a kürtölésüket... Ne tecsegj össze-vissza! De nem hazudok! Tévedésedért a fejeddel felelsz! Várj! Ez a törvény! Várj! Várj! Ne késlekedj! Menekülj, amíg lehet! Ó, hálás köszönet! Most meghalsz! Vesszen az ostoba, Morpheus! Néreusz, kit javasolsz fővezérnek?
Lehar az egyetlen Dorothea és Morpheus halála után, aki alkalmas az egész Atlanti-óceán helytartójának. Más nem jöhet számba. Itt vagyok, felség! Poseidon elvesztette előbb Dorotheát és Morpheust, most az egész óceán élére Lehárt nevezte ki, hogy parancsát teljesítve vegye üldözőbe Tritont. Lehár, aki értett mindenféle sötét ördöngösséghez, félelmetes ellenségnek bizonyult. Ez csak kábrázat! Ez kísértet! Triton! Triton! Ez csak Poseidon kelepcéje lehet! Ez egy kísértet! Proteus! Csoda! Ezek itt párbajoztak! Pipi! Én vagyok! Hova tűntél, Pipi? Jaj, de jó, hogy megvagy! Ez csak Poseidon csapdája lehetett! Gyere, meneküljünk gyorsan! Ütött beléd! Megbolondultál! Jaj! Pipi! Pipi, ne! Hagyd abba! Pipi! 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 Már. Mindent értek. Ettől a gáztól vesztett el az eszét Pipi is. Innen másként nem menekülhetek. Hát jó. Oda hova tűnik Triton? Triton!
Mi történt veletek? Azonnal meneküljünk! Félelmetes ellenfél! Ezt a helyet el kell kerülni! De megmenekültetek! Mi van, Pipivel? Nincs baj? Nincs! Mikor fogytam volt az erőm, Oli halkon tőre megnyitott előttünk az utat. Hogy nyílt meg a szikla? A törtön. Magam sem tudtam, hogy ennyi erő van benne. Ez csak Oli halkon csodatőre lehet. Ezt nem bocsájtom meg. Kinek? Poszeidonnak. Az ember legszentebb emlékeit nem szabad kihasználni. Proteus, Moya, Bull, mind itt élnek a szívemben. Örökké bennem élnek. Őket használni arra, hogy becsapjon. Ezt nem bocsájtom meg neki. Meglopta a legszebb emlékeimet ez a Poseidon. Poseidon nem riad vissza semmitől. Elszánt ellenségünk. Továbbra is azon lesz, hogy elpusztítson bennünket. De nem hagyjuk. Nincs más utunk, csak előre, az Atlanti óceán felé. Nem akarnak elpusztulni az útból ezek a tritonok. Megérzik majd a kezem súlyát. Nem tűrhetem, hogy betegyék a lábukat az Atlanti óceán vidékére. Azt már nem. Azt már nem. Ez Poseidon. Triton! Lukár, mi történt? Pipit és Pint elrabolta? Mit beszélsz? Elkapta őket Poseidon! Itt a baj! Lehar bezárta a sellőt és a delfint! Eptagod a tömlöcébe! Így van, de Eptagod a kék tengert meg a derülteget szereti, a bolond pedig a Poseidonok közé való. Azért is száműztem a csendes óceán déli tartományába! Ez épp kapóra jön, mert Triton bizonyosan a segítségére siet majd. Eptagoda, vagy a tengeri pókok pedig biztosan végeznek velük. Ez valószínűnek látszik, rád bízom a dolgot. Triton, tényleg erre jöhettek. Délfelé mentek. Szörnyű tengeri lények laknak arra, tudtad? Nem félek tőlük, induljunk. Lehár, aki hiába akarta a gáztól elbódult Pipivel meggyilkoltatni Tritont, most a csendes óceán déli vidékén tenger alatti börtönbe zárta Pipit és a delfint. A tenger fenekén ennyi pókháló! Nem tudom elszakítani. Vajon eljön és kiszabadít innen minket Triton? Valaki jön! Nolám csak, Nolám. Hallom, van még életben maradt Triton, és úgy látszik igaz. Pedig amikor már én ide kerültem, elpusztították őket. Miért kellett ide kerülnünk? Mondd meg! Nem haragszom én rád, ne fogsz innen kimenekíteni engem. Fogom a sellőt, és ide csalogatom vele Triton. Ha azután megölöm őt, szabad leszek megint. Egy ilyen nő nem tud túljárni Triton eszén. Na most már elég. Ne hidd, hogy bolondnak nézhetsz, azért, mert ide kerültem. Fogalmat sincs, hogyan tudok verekedni. Nő vagy egyáltalán? Mi? Te bőgő masina! Egy ilyen szép nő, hogy lehet ilyen lelketlen? Ez szép! De... Nem megy! Ragad, mint a pókháló! Majd a tőrömmel átvágom magam! De mi lesz, ha eltampítja? Ne félj! Akár mekkora köteget is elvágok ebből a pókhálóból!
Triton! Nézd csak, Eptagoda! Hova siet ennyire? Triton megjött! Micsoda, ide! Triton! Én Poseidonnal vagyok, látom, sikerült magad átvágnod a pókhálón. Szóval te Poseidont szolgálod! Add vissza azonnal nekem Pipit és Pint! Nem úgy megy az, Triton! Ezt az esélyt nem szalajztom el! Megöllek, hogy kiszabaduljak a tömlöcből! Ez itt börtön! Bizony, azért van itt ennyi pókháló. Azám, ismét megkapom a tenger és az ég kékjét! Mit ér azzal az egyszáltőrrel az enyémek ellen? Már is enyém a győzelem. Teljesülnek az álmaim. Kardjaim! Céla fiú, repüljetek! Ha elveszük a gyerek életét, szabadok leszünk. Jól célozzatok, hányjátok kardérre! Nincs irgalom számára! Nincs irgalom számára! Kialudt a fény a pengéből. Tudtam, hogy nem tart sokáig. Itt az idő. Triton! Te vagy a leggyengébb a Poseidonok népéből. Mi? Mit beszélsz? A kék tengert és a fénylő eget akarod magadnak, és közben félsz a tőröm ragyogásától. Aki ettől fél, nem élhet soha napvilágon. Tudnod kell, hogy egy kevés idő múltán a tőröm ismét feltöltődik a leszivárgó fénnyel. Jaj, nekem! A tőröd a napfénytől ragyog! Ez nem lehet igaz! A tritonok a kék tengerért és a napfényért harcolnak. A poszeidonokat pedig legyőzi a nap világossága. Ha valaki egyszer is látta, nem támad ellene. A napsugarai lágyak és gyengédek. Segíts! Jaj! Te nem félsz a törfényétől. Poseidon azt parancsolta, hogy én végezzek Tritonnal, de nem megy. Kérlek, segíts! Elbánunk ezekkel a kölykökkel. Elbánunk velük! Segít most is a tőr! Most még villog, de nem tudom, mikor merül ki. Úgy van. Úgy van. Itt a lehetőség. Míg az harcol Tritonnal, addig én kimenekülök a börtönből. Lukár! Kilukál! Míg én verekszem a pókkal, keressétek meg őket! De hogy bírsz el egy ekkora óriással? Most ne azzal törődj, hanem siess és kutasd fel őket! Siessünk! Siessünk! Ragyogj még jobban! Oli halkon! Jaj! Ez igazi napfény! Ha ez ilyen, én ott nem élhetek. 10 éve
évig sínylöttem a börtönben, és mindig erről a ragyogásról álmodoztam. Ott volna jó élni, nem a börtön homályában, nem ott sínylődni. Van a Poseidon nő! Bízd rám ezt a pókot, Triton! Igyekezz el innen! Miért álltál át hozzám? Miért vagy velem? Nem álltam én át, csak saját érdekemben teszem. Csak le akarok számolni a pókkal, mely 10 évig fogságban tartott. Induljatok! Nem mész innen rögtön? Na, engedj! Poseidon úr, előállítsam Eptagodát. Eptagodának nincs kegyelem. Parancsom az, hogy pusztítsátok el a tritonokkal együtt! Végre megszabadultam a börtönemtől. Az indiai óceán jobb nektek az Atlantinál. Az indiai? Ott élnek a halhatatlan halak, akik mindent tudnak a tritonokról és a poszeidonokról. Triton és barátai végső búcsút vettek Eptagodától, és sietősen az indiai óceán felé vették útjukat. Gyerünk! Gyorsan! Meg kell találnunk a halhatatlant, aki tudja a titkunkat! Gyerünk! Oda nézzetek! Erről mondják, hogy nem tud elpusztulni! Na, ezt nem tűröm tovább! Akármit teszel, úgyse tudsz meghalni. Irigylünk, mert elpusztíthatatlan a tested. Hallgassatok már! Ti meg azt nem tudjátok, mennyit szenved a halhatatlan. Nem tudtok megérteni. Persze, hogy nem. Mit zavál annyit, aki úgyse tud meghalni? Az. Triton érkezik Madagaszkárra. Hihetetlen, hogy életben maradt egy triton. De ha mégis, hiszen mindig erre vágytam, megvált a szenvedéstől! Lukár, én már látom! Az ott Madagaszkár! Ott végre találkozhatunk vele. Ugye pihenhetünk is egy kicsit, Pippi? Ne is gondolj rá, míg Lakant meg nem találjuk. Tényleg él még? Tényleg? Ippe is mesélte, hogy annak a szigetnek a közelében látták. Jaj, Triton, ne ilyen mélyre! Féle! Gyerünk csak tovább! Olyan mélyen lakik, ahol az emberek nem tudják elérni! Nem szeretnék túl hosszan ott időzni. De más nem tehetünk! Gyorsan keressük meg! Lukár, mi történt? Az az árnyék!
Ott van! Csend, nézzük meg jobban! Ez Lakan, a páncélos hal! Te vagy Lakan, a páncélos hal? Mi között hozzá? A csendes óceántól jövök, mert kérdeznék valamit. A csendes óceántól? Ki mondta ezt neked? Eptag oda küldött ide, mielőtt meghalt. Tőle tudom, hogy Lakan mindent tud a tritonok népéről. Hogyan? Eptag oda meghalt? Poseidon lette meg. Úgy, szegény Eptag oda. Kérem, mondja el nekem a tritonok titkát. Nem mondom én. Miért nem? Előbb be kell bizonyítanotok, hogy tritonok vagytok. Különben nem. Ha tanuk el, itt vagyok én. Triton és Pipi a tritonok nemzetségéből való. Nem hiszek a szavainak. Kihallgatnak bennünket. Jaj, kihallgat ki? Ki? A Poseidon megbízottja. Itt él az indiai óceánban. A neve Bruta. Bruta? Hát ő lenne az. Triton! Meneküljünk! Félek! Nem lehet! Már ránk talált! Megvagy, Triton! Aki Brutával találja magát szembe, annak vége! Bruta még Tejnhoszt is magával hozza. Az a gyerek meg egyedül van ellenük. Aki ezt merészeli, csak igazi Triton lehet. Lakan! Te segítettél Eptagodának elmenekülnie. Elárultál engem, és ezért meglakolsz. Bocsáss meg, Poseidon úr! Azt már nem! Örökké bűnhődnöd kell páncélba szorítva. Kínlódol, és meg nem halhatsz. Bocsáss meg, bocsáss meg! Csak egy Triton adhat neked megnyugvást! Tűnj el! Hány éve, nem is hány száz éve várok a Tritonokra. Az a fiú elhozta nekem a nyugalmat. Nesze! Meneküljünk! Jaj! Menj hamar! Kövesd Lukárt! Na most ezt! Most véged! Most véget, Triton! Nem hiszem én azt! Ne fuss, Tejnhosz! Ne félj a törtől! Csak a szarvadat veszítheted el! Triton, nem esett bajod? Triton, térj magadhoz! Triton! Az a bátorság és az a tőr csak egy tritoné lehet. Nem hallgathatok tovább. Ezek a kövületek! Hozzájuk ne érj! Tritonok! A Poseidonok ide hurcolták, és itt ölték meg a tritonokat. A méreg tenger és a víznyomás ebben a formában őrizte meg őket.
Abból, ahogyan harcoltál, ráismertem, hogy bátor Triton nemzetségből vagy. És talán nekem is elhoztad a nyugalmamat. Milyen nyugalmat? Poseidon mondta ezt, aki élő kövületté változtatott engem. Egy Triton megnyugoszthat engem. Nem hihettem neki. Most már hiszek. Miért? Mert a Tritonok nem ismerték a fegyverek használatát. Hogyan? Triton vagyok, és ez a tőröm itt. Olihalkon. Olihalkon tőr. Nem is azt mondom, hogy a fegyvereket nem ismerték, hanem azt, hogy nem tudták felhasználni. Pedig volt kezük. A kezüket úgy használták, mint mi halak az uszonyainkat. Számukra a tőr a régi atlantiszi ősöktől örökölt érték volt csupán. Pedig fegyverformája van. Triton a szárazföldön nevelkedett, és ezért látta meg a tőrben a fegyvert. A tritonok népe csak kincsnek gondolta, és nem harcolt úgy vele, mint Triton. Tényleg? Poseidon tisztában volt vele, hogy egy Triton egyszer rájön a titok nyitjára, és a kezében fegyverré válik. Értem én, Poseidon nem várta ezt meg, hanem megsemmisítette őket. Micsoda borzalom. Lakan, nincs itt az én apám s anyám. Ezek ezer éves kövületek. Az utolsó csata a tritonok ellen egy évtizede történt. Hol harcoltak? Az Atlanti óceán déli területén. Ha csak oda nem mentek, nem találtok szüleitekre. Hé, Triton! Hova igyekszel? Meg kell vívni Poseidonnal, hogy megtaláljuk a szüleinket. De most az ő szolgái értek a nyomunkba. Ez itt nekünk kedvez. Itt megvédjük magunkat. Hajrá! 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 Harcolj, Triton! Harcolj csak, majd kialcik a tőrfény egyszer! Rohanjátok meg őt! Brutál célosz meg ott hátul! Ennyi harctól kifárad! Mi is csak kimerülünk! Cselezzük ki őket! Hol a Triton? Hol a Triton? Régen láttalak, Bruta! Te még mindig élsz, fél ráz utamból! Ezt nem tűröm! Pusztulj, áruló! Már elfelejtetted, hogy Poseidon halhatatlan testbe szorított engem? Teljes erővel rohanj bele! Ki kell fárasztani! Előre! Triton, elbújsz Lakan mögé! Nem állsz utamba, Lakan! Ha nem is hallhatsz meg, de megvakítalak! Most a csapdánkba estél, Triton. Elfáradtál, nem igaz, Triton? Jaj, Triton! Jaj, segítség! Megvagy, Triton. Ezt te csak hiszed? Látom, hogy elfáradtál. Ide néz! Most használom ki, hogy nem halok meg. Jaj, segítség! Thank you.
Nem engedhetem meghalni Tritont. Szükségem van rá. Csak ő nyugoszthat meg. Támadás! Védd magad! Te sem küldheted el Bruta bumerangját! Legyőztem! Lakan! Csapással legyőztem Brutát és Thanos. Lakan, hova lett Lakan? Lakan meghalt Thanos szorításában. Hát mégsem volt halhatatlan. Poseidon megmondta, hogy csak egy Triton adhat békét Lakannak. Lehet, hogy ő is az én tőrömtől. Poseidon tudta, hogy a tőr milyen veszedelmes egy Triton kezében, aki ért a forgatásához. Szóval Poseidon jobban ismeri az Oli Halkont, mint a Tritonok. Lukár! Hát bizony. Triton! Triton! Nincs más út, mint előre az Atlanti óceánhoz. A Triton elhagyta Madagaszkár vidékét. Afrika partjai mentén a Vörös-tenger felé tart. Útközben megölte Brutát és Thanost. Arcus, hívd ide Minotuszt az északi tengerekről. Bipet pedig jöjjön tüstént a déli sarkról. Nereus, veled nincs több dolgom. De Poseidon úr. Elegem volt a tehetetlenségedből. Büntetés vár rád, Gelpész! Gelpész, erősítsd meg az Atlanti óceán seregét! Triton közeledik Poseidon úr felé. Halrajok támogatják Triton. Halrajok! Triton közeledik Poseidon úr felé. Halrajok támogatják Tritont. Halrajok! Kofa be! Nem kell ez a szöveg. Nincs szükség rátok. Vagyunk itt a templom védelmére elegen. Gelpesz gárdája egyszerűen legyőzhetetlen. Még akkor is megállítjuk őket, ha idáig merészkednek. Hogy kerülhet ide Triton? Mit beszélsz? Ninotusnak igaza van. Még itt tanakadtak egyre több a szóbeszéd. Triton halak és madarak seregére jár erre. Azt mondják, egyre többen vannak. Triton az Atlanti óceán felé tart. Akkor mi is megyünk. Mi is megyünk. Segítünk Tritoniknak. Éreusznak vége. Poseidon bizalma most hármunkban van.
De csak egy gyerekről van szó. Azt magam is elintézem, míg te itt tévferegsz a templom körül. Mit beszélsz? Nekünk tritonokat kell végleg megsemmisíteni. Nézzátok rám! Én egyedül is elintézem a tritonokat. Mi? Poseidon bizalma nem egyben, hanem hármunkban van. Betege vagyok már a sok dicsekvőnek. Így beszél Dorothea, Morpheus vagy Lehar, meg Bruta, Nereus, mindenki. Tudjátok, mi lett a végük, vagy talán nem? Mifet? Tűnjön el az utolsó triton is egy szálig. Minotus! Mifet, Minotus, Gibraltár örvényeinél találkoztok. Aki megölte az északi tengeren Proteuszt és fivére, döntő ütközetre szánják el magukat. Baj van! Befagyott a tőr! A tőr nem működik! Eljött a léridám! Triton! Triton! Na várj! Segítség! 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 Poseidon! Itt vagyok az Atlanti óceánon! Elvesztél! Megtalállak, és akkor véged van! Minotus elesett! Mifet is elesett! Legyőzte őket, Triton! Triton, jön! Jön, Triton! Triton! Triton, jön, Triton! Itt van, Triton! Triton! Jön, Triton! Közeledik! Triton! Ide hiába jön, mert Gelpesz gárdája egy tapottat sem engedi belőle. Igaz? Ugye, hogy így van? Igen, igen is. Gelpesz! Megerősítetted a templomot? Mérjetek megelőző csapást a közeledő tritonokra. A tőr nem közelíthet ide. Poseidon úr! Mint a gárda vezére fogadom, hogy megölöm a tritonokat, és színed elé helyezem. Eredj, Gelpesz, és öld meg Tritont, és ragadd el tőle Orihalkon tőrét! Értettem! Hármas csapat keletre! A hatos vonul délnyugat védelmére! Indulás Triton elé! Aki meglátja, azonnal támad és megöli! A medúzáktól pontos jelentést kérek a tritonok helyzetéről! A tengeri csikók! Itt vagyunk, Gelpesz! Itt vagyunk, Gelpesz! Amint megtudjátok, hol vannak, állítsátok meg őket! És tudjátok a kötelességeteket! Öljétek meg! Igen is, Gelpesz! Miután legyőzték Minotus Gibraltárnál, Triton hadai beözönlöttek az Atlanti óceánra, és egyenesen Poseidon felé nyomultak a tengerfenekére. A tengeri állatok hatalmas tömege sorakozott fel Poseidon ellen. Jön, Triton! Jön, Triton! Jön, Triton! Széles arcvonalban támadás, Poseidon!
Poseidon temploma ellen! Ez hát az a Triton gyerek! Most már tudom, azok a szüleid voltak. Mi? Ismered őket? Meghiszem azt. Ugyanaz az arc, a termet. Egészen az apádra ütöttél. Honnan tudod? Apád maradt utoljára. Én vallattam, hogy adja ki a csodatőr titkát. Aztán megvívtam vele, és megöltem. Ezzel a karddal öltem meg őt. Megölted az apámat? Csak az anyád lehetett, akit vele együtt öltem meg. Te gyalázatos! De nem tehettem róla. Ha kiadják Oli halkon tőrét, Poseidon nem ölte volna meg őket. De nem adták ide. Tehát magukra vessenek. Apád is, anyád is. Mind a ketten. Az én népem nem szegül ellen, ha Poseidon nem akarja kiirtani őket a tengerekről. Minden Tritont megölt. Majd akkor lesz így, ha titeket is elteszünk láb alól. Azt próbáld meg! Szörnyű ez a fény, nem bírom. Mi villog abban a tőrben? Poseidon úr, Triton! Poseidon úr! Mi van, elfogtad már? Nem, felséges úr! Így merészelsz elém állni, még hogy nem ölte meg az esztelen! De uram, az én szemem nem állja az Oli halkon törfényét! Szóval Tritonnál van? Igen! Minden erőt mozgosíts a templom védelmére! Pusztítsd el a Tritonokat! De hogyan? Elfelejtetted! Hogy én ajándékoztam neked az életedet? Ellent mondani mersz? Igenis. Megölöm és színed elé hozom. Az biztos, hogy hozom. Ezek Atlantis romjai! Ott van! Hajrá, Oli halkon! Ez a törfénye ide is behatolt. Poseidon! Triton! Úgy van! Tedd a hüvelyébe a tört! Olsd ki Oli halkon fényét! Mi van? Ha nem, bekövetkezik a katasztrófa! Majd meglátjuk! Gyerek vagy még! Nem értheted, mit tud az Oli halkon tör! Szörnyű legendák szólnak róla és a tritonokról! Azt tudom, hogy ez az az erő, mely a hatalmadat legyőzi! Oli halkon ereje nem mindenek felett való. Tedd vissza a tört a hüvelyébe, és ne merészelj Poseidonhoz közelíteni vele! Ne gyere közel! Ne! A Poseidonokra szörnyű csapás ez!
Kérlek, kérlek, tedd el! Ne gyere ide! Különben a Poseidonok mind elpusztulnak! Megrendül Poseidon szobra! Triton, ne tedd! Ne gyere! Ne közelíts! Triton, kérlek, ne tedd! Poseidon szobra összeomlik! Mi? Triton! Ne mutasd a fényt Poseidonnak, Triton! Oda néz! Oda néz! Oda néz! Mi, Poseidon, most megölünk téged, Triton, és Olihalkon fénye megsemmisít! Nem úgy van az! Egy szobor nem tud beszélni! Valaki más? De ki beszél akkor? Elteszed a tört! Nézzük, mi lesz! Hát hisz el neki! Megállj! Nincs, csak megállt! Hova, Triton? Megnézem, hogy ki mozgatta a szobrot! Itt van! Itt állt Poseidon szobra! Alatta lehetett az a valami! Jaj, ne menj, Triton! Még nincs vége a harcnak! A csatának addig nincs vége, míg fény nem derül Poseidon titkaira! Valaki beszél Poseidon helyett! Veszélyes! Ne menj egyedül! Triton, ne menj! Ez egy város romjai. Poseidon szobra alatt ekkora város. Halottak. Triton! Ez Poseidon hangja! Ez mind a te bűnöd, Triton. A szobrot Olihalkon ereje emelte. Az ő energiájával építettük fel ezt a várost. Ő volt a napunk, amit elvettél tőlünk. Ez a kagylókürt Olihalkon tőrének közelettére megszólal, és válaszol is neked Olihalkon erejével. De ugyanaz az erő ide idézi Poseidon szobrát. Mitől lett a szobor a ti napotok? Olihalkon energiája sugárzott belőle, s az éltetett bennünket, de te ezt tönkretetted. Ti is az életemre törtetek! Válaszolok. Atlantis legendája szerint ez a tőr el tudja pusztítani a szobrot. Ezért minden áron meg kellett szereznünk. Ezért akartátok a világ tengereit elpusztítani? Úgy van. A tritonokat kiirtani és a tört kivenni a kezükből. Erre használtuk a szobor energiáját. De eljött a vég. Mi ez a szörnyű zaj? A szobor leszállt a tőr hívására, hogy megöljön. Megmondom miért. Mert Atlantis egykori lakói így eszelték ki. Az atlantisiakat? Mikor felállították a szobrát, minket emberáldozatnak szántak.
ember áldozatnak? Egy szoborért? Úgy van. Népünk ősei áldozatok voltak, de Olihalkon energiája néhányunkat életben tartott. Az erővel tudtunk bosszút állni az atlantisziakon. Atlantis energiájával ellenkező, negatív pólusú tört kovácsoltunk. Értem már! A bosszú túlélők voltak a mi Triton népünk ősei. Te harcoltál most azért, hogy kiírtsd a népünket, melyből alig 10 000-en maradtunk meg. Én a tengert védtem! Le akartam győzni Poseidont! Mi ki akartunk jutni innen? Le akartuk győzni a tritonokat, hogy békésben élhessünk. Én? Te vagy, aki elindítottad Poseidon szobrát. Te öltél meg bennünket. Te az egész világot letipornád. Vége a harcnak. A tengerre ismét beköszöntött a béke. A tengeri lények unszolták Tritont és Pipit, hogy alapítsák meg a Tritona királyságát, a tengeri utópiát. De Triton nem egyezett bele. Még a tört is elhajította. Azután visszatért, hogy az egyszerű fiatalok életét élje. Majd egy napon útnak indul. De útjának célját nem ismeri senki.
旅立つ一人。